Sziasztok! Üdvözlünk benneteket! Én Dia vagyok, ő pedig Nathaniel, a kisfiam. Szia! És a mai napon egy olyan témát hoztunk nektek, ami számunkra nagyon fontos, de én annyira nem akartam ebben a témában... Ajaj! Ajaj! Ebben a témában nyilatkozni. Igen. Mert nem vagyok se szaktanácsadó, se túl nagy tapasztalatom nincsen e téren. A mai napi témánk az pedig a szoptatás. Többen írtátok, hogy mondjak egy pár tanácsot, egy pár hasznos tippet. Igen, köszönöm szépen. De hát az a helyzet, hogy szerettem volna egy komolyabb hangvételű videót ennek, de hetek óta próbálom felvenni, és egyszerűen nincs időm, úgyhogy most úgy döntöttem, hogy itt a gyerekszobában még Nathaniel egy kicsit játszik. Addig megpróbálok egy videót erről felvenni. Viszont amit tudnotok kell, az az, hogy nem véleményt szeretnék mondani, nem tanácsokat osztogatni, inkább ez egy saját szoptatós sztori. Nem vagyok szoptatási tanácsadó, soha nem volt semmi olyan gondom, amiről úgy tudnék tapasztalatokat, vagy véleményt mondani, vagy egyáltalán tanácsokat osztogatni ebben a témában, tényleg nem tudok. Úgyhogy ne is vegyétek ezt készpénznek. Szóval, amit tudni kell előjáróba rólunk, Nathaniel 14 hónapos, ő az első vér szerinti gyerkőcünk, akinél úgymond esélyem volt arra, hogy szoptatni tudjunk, vagyis tudjak, és hát ugye nekünk van még két gyerkőc, akit nevelünk, viszont ők nem vér szerinti gyerkőcök, és ugye hát itt nem adatott meg sajnos ez a lehetőség. Viszont amikor Nathaniel megszületett, akkor én úgy voltam vele, hogy igen, szeretném, hogy cicis baba legyen. Igazából a terhességem alatt nem annyira foglalkoztatott ez az egész dolog, azt tudtam, hogy szeretném, hogy cicizzen, de ennyivel úgy le is zártam a témát. Viszont elkezdtem nézni egy pár videót ezzel kapcsolatban. Mi Szlovákiában lakunk, itt nincsen védőnő, aki így ránéz a dolgokra. Ajaj, ki kell fújni a nózidat! Bocsánat. Szóval itt nincs védőnő, aki oda jön, és egy kicsit támogat ilyenekbe, vagyis semmiben. Itt hazajössz a kórházból, van egy gyerekorvos, és old meg a többi dolgodat, ahogy szeretnéd. És terhességem alatt egy dolgot vettem ehhez, vagyis kettőt, egy bimbóvédőt, méghozzá azért, mert Pixire egyik videójában azt láttam, hogy neki nagyon hasznos volt, és vettem egy Avant elektromos mászívót. Úgy gondoltam, hogy mivel tudtam, hogy császáros anyuka leszek ugye az erős aszmám véget, ezért, hogy könnyebben beinduljon a tej, nagyon sok videóstól hallottam, és nagyon sok szakmabeli videóstól, aki tényleg szoptatási tanácsadó, hogyha nem indul be, akkor úgymond mászívással rá lehet segíteni. Na, valójában hogy is történt nálunk? A mászívót körülbelül 5-ször használtam, szóval csak kidobtam érte meg 5000 forintot, semmi túlzott haszna nem volt. Igazából mászívóhoz voltak ezek a tejtároló kis dobozok, azokat használtam a legtöbbet, ahhoz volt egy 20 vagy 10-valahány doboz, abba rakom a mai napig is néninek a kekszeket, mert tényleg jól zár. Na, de kezdjük a lényeget. Amikor Nathaniel megszületett, ugye tudni kell rólunk, hogy ki volt írva császárra, és reggel 8 órakor császároztak volna. Viszont beindult a szülés hajnali 2-kor, Nathaniel útra kelt, úgyhogy... bocsánat, ez az asztmám, ez a köszörülés. Ezt többen írtátok, hogy rossz, ne haragudjatok érte. Szóval Nathaniel 2 órakor úgy döntött, hogy ő nem szeretné megvárni azt, hogy... császár útján világra jöjjön, úgyhogy elindultak a fájások, viszont ugye nekem mondták, hogy semmiképpen nem vállaljuk azt a kockázatot, hogy én ott a tolófájásokkor egy aszmarohamot kapok, mert az ilyen jellegű aszmát, ami nekem van, azt ez a kórház nem tudja úgy kezelni, és a babának is, hogyha ő most nem kapott volna elég oxigént, akkor ott agykárosodás is jöhetett volna. Úgymond létre, és ezt senki nem szerette volna, én is úgy voltam vele, bár
Megmondom ezt, hogy nagyon-nagyon szerettem volna természetesen szülni, de beletörődtem, hogyha a babának az egészsége múlik rajta, meg a sajátom, akkor legyen az, ami biztonságos. Viszont 2-kor ugye beindult a szülés, és én mondtam, hogy én még szeretném úgymond élvezni a fájdalmakat, vagy egy kicsit átélni ezt az egészet, úgyhogy szerettem volna megvárni az én saját doktornőmet. Úgyhogy Szonya doktornő azt mondta, hogy olyan reggel 7-re bent lesz, 7:30-kor már beérkezett, akkor császároztak meg, úgyhogy addigra körülbelül 2 perces fájásaim voltak. Nagyon örültem, hogy részese lehettem ennek az egésznek, és ez annyiba kapcsolódik a szoptatáshoz, hogy ezáltal szerintem elég gyorsan beindult a tej, hogy nem csak úgymond pikpak kikapták a gyertyát, hanem ugye ő útnak indult, így itt volt az ideje, ő ki akart már jönni. Igen, ki akart eljönni a nagy világra. Szóval ő ki akart jönni, így hál' Istennek eléggé gyorsan beindult az egész tejtermelődésünk. Nathaniel a világra jött, és utána, amikor először odahozták hozzám, mindjárt megkeressük a tetejét. Amikor először odahozták hozzám, akkor cicire tették. Ezzel annyira nincs pozitív tapasztalatom, mert nekem egy eléggé rossz élmény volt az, hogy én először egy fényképen láttam őt, mert elaltattak, nem sikerült a gerincbe beadniuk az érzéstelenítőt. Ezért el kellett, hogy altassanak, és igazából amikor fölébredtem, akkor nagyon fájt a hasam, és a férjem jött be, és akkor ő mondta, hogy igen, itt van, minden rendben, tényleg mutatott róla fotókat, és én csak utána láthattam meg úgymond a gyermekemet. Persze megértem azt is, hogy hát míg kába vagyok, addig persze, hogy nem adják oda azt a csecsemőt, de minden esetre, hogyha valaha az élet még megadja azt, hogy én valaha szülhessek, akkor nagyon szeretnék természetes úton szülni, hogy az első pár percet, pár másodpercet az életéből azt velem tölthesse, hogy azonnal cicire kerülhessen. Szerintem ez egy nagyon meghatározó dolog, mind szervezetileg, mind egy emléknek, hogy ezt ez az anyává válás egyik folyamatának a legelső, úgymond ilyen lépése, és ezt szerettem volna átélni, és ez sajnos ebben nem lehetett részem. Emellett nagyon nincsen negatív tapasztalatom a szüléssel kapcsolatban, minden rendben volt, és egy pozitív emlékként tekintek rá, bármikor újra csinálnám, gyakorlatilag én már másnap azt mondtam, hogy akár jöhetne a kis tesó tőlem bármikor. Nekem ez egy csodás élményként maradt meg. Na, szóval a lényeg, hogy odahozták Nathanielt, egyből cicire tették, és gyakorlatilag ez úgy történt, hogy a csecsemős nővérke, vagy a nővérke odajött, és rátette az én mellemre, ráhelyezte. Nekünk császármetszés után 24 órán keresztül feküdni kellett egy ilyen megőrző szobába. 5-en voltunk aznap császáros anyukák. Halló! És itt megtöröljük a kezedet. És gyakorlatilag akkor még, hát nem, hogy mozogni is alig tudtam, de nem is értettem teljesen, csak fogtam, hogy oké, itt van, rátették, de nem mondtak semmit, hogy mit, hogy kellene. És egy fél óra után aztán el is vitték, és csak 3 óránként hozták oda, hogy cicizzem. És akkor segítettek úgymond rátenni. Viszont eléggé nagy gondba voltam, hogyha úgymond lecsatlakozott erről a töltőről. Igazából, hogyha bármi véget is abba hagyta a cicizést, igen, akkor nem tudtam, hogy hogyan tegyem vissza úgy a mellemre, hogy ez jó legyen. És hát nem is annyira kellemes érzés volt, mert másnaptól már majd, hogy nem fájt ez az egész.
És bejöttek anyukámig, akkor felálltunk, most már elkerültünk egy szobába, viszont rengetegen voltak akkor augusztus 16-án, vagyis hát egész augusztusban a szülészeten, ezért nem kerülhettünk föl császár után a szülészetre, hanem csak egy osztályba kerültünk, a női osztályra. Ez nagyon megviselt, hogy úgymond másnap sem kaphattam meg a babámat, csak 3 óránként hozták oda, hogy szopizzon, bejöhetett az apuka is, meg a szüleim is, meg a barátok is úgymond megnézhették, de nem egy szobán voltunk, szóval nem én láttam el, nem akkor tettem már rá, amikor akartam, nem akkor, amikor ő nyekkent, nem is igazából 3 napig abszolút nem volt velem a gyermekem. Annyit, amikor odahozták, hozták éjjel is, így 3 óránként fogalmam sincsen, hogy addig mit csináltak. Szerintem nem adtak nekik semmit, de utólag, így most már, hogy ezt az egészet átéltem, most már ezt nem hagynám. Szóval hiába akartam ott is füzetett szobát kérni, minden tele volt, sehol nem volt hely. És mondták, hogy jó, így még tudsz pihenni, addig örülj, mert utána minden sokkal nehezebb lesz. Na hát ez nem így van szerintem. A mostani gondolkodásommal ezt nem engedném, és lehet, hogy elmennék inkább egy magánkórházba természetesen szülni. Nekem ez az egész nagyon rossz volt, én ezt mondtam az orvosomnak is, hogy ennyi ideig vártam a babámra, és nagyon megvisel az, hogy nem kaphattam meg, és bármit megtettem volna azért, hogy őt legalább másnap, amikor fölkeltem, akkor ott lehessen már velem. Viszont amúgy a szoptatásban ez nem okozott annyira problémát, mert 2-3 óránként tényleg odahozták, és ha kellett, akkor egy-egy órát is ott hagyták, nem volt ezzel gond. Hoztak egy ilyen hatalmas régi babakocsit, egy ilyen pirosat, tudjátok, amiben még úgymond az anyukáink meg a nagymamáink tologatták a csecsemőket, és abba beleraktak 3-4 gyereket, és vitték vissza. De manóci. Úgyhogy nekem beindult úgymond azonnal ez a kolosztrum, ami szerintem nagyon fontos. Nem volt vele probléma, viszont másnap én azért mondtam, hogy ez rettenetesen fájt. Nem volt ott nővérke, aki annyira segített volna, hogyha segítettek, akkor csak úgy oda tették, aztán ott hagytak. És mikor bejöttek anyukámék, akkor mondtam, hogy hát ez borzalmas, hogyha ez így fog menni, akkor én otthon inkább mászívóval le fogom szívni a mellett, vagyis a tejet, és úgy fogom neki adni. És akkor ezt meghallott az egyik nővérke, és akkor ő jött oda, és akkor elmagyarázta, hogy igen, amikor kitátsa a száját, akkor nagyon betenni az egész mávimbot, hogy az udvara is benne legyen, akkor lesz jó, és hogyha ki akarom szedni, akkor a kis ujjamat teszem egy picit a szájába, akkor nem fog fájni, akkor nem fogja az innyét rászorítani, akkor nem fog sérülni a mellem. Akkor minden kérdésemre ott válaszolt, és szerintem ez segített abba, hogy én ott ezt egy sikerélményként éltem meg. Hát 3 nap után már mind az 5-en körülbelül borogattuk a cicieinket, akkor annyi tejünk lett, vagy annyira bedurrant, belövált az a tej, és innentől kezdve, amikor már hazamentem, akkor nem volt semmi probléma. Nem volt semmi problémám a szoptatással, és ezt nagyjából annak tudom be, hogy én nagyon sokat néztem Martinának az oldalát, már mint Pixire YouTube-on így van fent, és ő elmondta személyes tapasztalatait, ebből nagyon sokat tanultam, és Instagramon van egy kimondottan anyatej oldal, ahol nagyon sok hasznos tanácsot láttam, hogy ne kezd el cumisüvegből itatni, ne kezd el cumisztatni, se játszó cumi, hogyha esetleg szomjas vagy bármi olyan, akkor próbáld meg pohárból. Én nagyjából ezeket mindet megpróbáltam követni, de csak úgymond ez által, hogy őket néztem, vagy követtem az ő oldalukat. Még amit tudtam, az az, hogy opá, ráültem egy legóra, vagy egy ilyen bigyóra, hogy az én testvérem, a húgom, ő 4 éves koráig szopizott, és hát azt láttam úgy nagyjából, de
anyúnak ez ilyen termék. Szóval neki ez olyan természetes volt, úgyhogy semmi olyan hülye, akármilyen tanácsot nem kaptam, vagy amúgy nem is nagyon volt rá szükségem, mert több embertől, mint mondjuk reláttam, igen, végignéztem annó a Dobó Áginak az Igazanya csatornáján is, a szoptatásról, mágyulladásról. Ezeket úgy végignéztem, ezeket a videókat, de igazából azt kell, hogy mondjam, hogy hála a jó Istennek, semmilyen problémám nem volt. Az elején megpróbáltam fejni le tejet és eltenni a fagyasztóba. Aztán be kellett látnom, hogy nem fogom használni, és nincs... Tapsi. És nincs akkora fagyasztónk, hogy telítegyem tejjel, és felesleges is, hál' Istennek, aztán... Hál' Istennek, ezt nem is folytattam, mert tényleg semmi szükség nem volt rá. Ezáltal a mászívót is talán 3-szor vagy 5-ször maximum, hogyha használtam. Egyszer most 3 hete ki akartam menni egy koncertre, és hát, hogyha a férjem este meg tudja etetni Ninit, ezért fejtünk le egy kis tejcit, hogy hát, hogyha most már 14 hónapos elmúlt, hát, hogyha el fogja fogadni, nem lopjuk el a kamerát. Hát, hogyha el fogja fogadni, de nem fogadta el, úgyhogy gyakorlatilag egy óra után hazajöttem, mert sírt és nem tudtam megnyugtatni. A többi alkalom pedig azért, mert az elején volt, hogy mondjuk rá többet aludt Nini, és annyira feszült a mellem, hogy ő nagyon megtelt tejjel, és akkor ugye több videóban hallottam, hogy akkor egy picit feljünk le belőle, hogy ne feszüljön, ne gyulladjon be a mell, és... Úgyhogy ezt megcsináltam egy párszor, elengedtem azt a témát, hogy méregessem, ezt is úgymond Martina videójának köszönhetően látszott Nathanielen azt, hogy fejlődik, ahogy a videóknak köszönhetően éjjel is igazából oda tettem magam mellé, és aludtunk mind a ketten gyakorlatilag etetés közben. Igazából szerintem az első pár hétben még felvettem éjjel büfisztetni, aztán azt is elengedtük, mert ő is visszaaludt, mert én is. És ez a mai napig így van. Most már ugye van Nininek saját szobája, saját agyikója, ahol igazából nem alszik, mert még ugye mindig cicizik, és éjjel neki is, meg nekem is sokkal kényelmesebb az, hogyha odafordul, kiszolgálja magát, igazából alszik, és én is alszom. Ezáltal soha nem volt megterhelő az, hogy nekem éjjel fel kellett volna kelni, vagy voltak nyugösebb napok, voltak, nem mondom, hogy nem, volt talán egy hét, amíg hasfájósabb volt, aztán ez is elmúlt. Te! Igazából nem panaszkodhatom, mert Nathaniel nagyon-nagyon jó baba volt. Viszont többi ismerősömtől hallottam azt, hogy olyan tanácsokat adtak, ami nem biztos, hogy való egy szoptatós kismamának. Sőt, nagyon sok embertől azt is hallottam, hogy alapból bele sem szeretne kezdeni a szoptatásba. Valahol megértem, van akinek ez fontos, van akinek az, és van akinek ez az út könnyebb, van akinek meg az. Nekem sokkal nehezebb volt az, hogy éjjel fel kellett kelnem mondjuk rá az első gyerkőchöz anno, és 2-3-4 tápszert kellett kimennem csinálni, melegíteni, felébredni, ott fizikailag ki kell szállnod az ágyból, fel kell kelni. Ott nem úgy van, hogy most akkor odaveszed, mára teszed, aztán gyakorlatilag viszlát, hanem ott muszáj kiszállnod az ágyból, vizet melegíteni, megcsinálni a tápszert, még akkor is, hogyha anna nekem is megvoltak ezek a praktikáim, hogy minden oda volt készítve. Várjál! Minden oda volt készítve, de nekem fizikailag akkor is sokkal nehezebb volt az a tudat, hogy éjjel fel kellett kelnem nagyon sokszor. Mi van? Mi az, Manóci? Úgyhogy, de mellett biztos, hogy valakinek ez sokkal könnyebb, és a szoptatás ennek a, ezen a területen
néha sokkal könnyebb, néha vannak olyan dolgok ebben, ami ott, igen. Hát igen, ő most már nagyon-nagyon mutatja is. Vannak ezeken a területeken olyan, amit igenis le kell mondani, értem mondjuk, hogyha szoptat, nekem muszáj voltam odafigyelni arra, hogy mit eszem. Egy az, hogy az elején arra, hogy legyen benne elegendő táplálék, mert amikor láttam, hogy Nathannak fáj a hasa attól az ételtől, akkor hajlamos voltam arra, hogy napokig csak kiflitettem virslivel, maximum egy kicsi zöldséggel vagy gyümölcsel, barackot, mert úgy gondoltam, hogy attól aztán nem fáj, és akkor ez a biztos, attól tuti, hogy nem fogunk éjjel szenvedni, vagy nem fogok neki ártani. Ez egy ugyanakkora butaság, mint az, hogyha valaki tényleg neki el mindjárt bablevest tenni az első héten. Muszáj kitapasztalni azt, hogy mi a jó, meg mi nem. És az elején amúgy nagyon féltem attól is, hogy most akkor majd évekig nem ehetek semmi olyat, ami egy kicsit is puffasz, vagy csípőset, én nagyon-nagyon... Hey! Igen, ő neki most már bizony, és hogyha... Na... Úgyhogy ez nem így van, nem évekig nem ehet ilyen dolgokat, csak addig a pár hónapig. Mi van, Manóci? Itt te, és mostanában mindig mutassa, itt te, Ciro, mindjárt, igen. És akkor, amikor meg már nagyobb a gyerkőc, akkor több embernek kellemetlenné válik, hogy fölhúzza a pólót, meg hasonló. Nekem soha nem volt ilyen problémám. Most viszont azt hiszem, hogy egy picit megállítjuk ezt a videót. Adok neki egy kicsi cicit. A kivágott felsők nincsenek rá jó hatás. Na, hol is tartottam? Igen, hogyha kivágott felső van rajtam, azt ő mondjuk rá azonnal lecsekkolja. Mi van? És akkor azért a cici az gyakrabban kell. Ugye hát, hogyha szem előtt van, most hogyha elétek is kiraknak egy hatalmas adag chipset, vagy ilyen falatkákat, akkor evidensen szerintem mi felnőttek is oda megyünk, és hajlamosak vagyunk akkor is csipedni belőle, hogyha nem vagyunk éhesek. Igen, Szóval, hogyha valaki azt kérdezi tőlem, hogy a szoptatás jár-e lemondással, akkor azt mondom, hogy igen. És jár, mérlegelni kell, hogy ki az, akinek ez a lemondás megéri, és hogy jár-e pozitív dologgal, rengeteg pozitív dologgal jár. Egyrészt, hogy az anyatej, kezdem akkor a negatívakkal. Este nem teheted meg azt, hogy mondjuk rá egy pohár bort megisszol a férjeddel, mert egy nehéz napod volt, és akkor lazításként iszol egy pohár bort. Ezek ugye elmaradnak, ezek a dolgok. Aztán, ami szerintem még egy kicsit lemondással jár, igen, az az evésnek a megválogatása. Nekem muszáj volt az első 4-5 hónapban nagyon-nagyon odafigyelni arra, hogy mit eszek. Ami amúgy nem ártott, mert hát most jó pár kilót felszedtem, és most már abszolút nem kell arra figyelni, hogy mit eszem meg, mit nem, mert gyakorlatilag bármit, most semmivel nincsen gond, most már ugye Nathaniel 14 hónapos elmúlt, de körülbelül 6 hónapos kora után, amikor a hozzátáplálást elkezdtük, akkor már nem voltak ilyen problémák, akkor már nem volt hasfájós, aztán... Igen, az egyik lemondás az az, hogy gyakorlatilag nem nagyon mehetsz el sehova, hogyha nem szeretnéd úgy hozzá tápszerrel, vagy akármivel pótolni, vagy nem szeretnéd, hogyha cumis üvegből legyen, én nem szerettem volna, ezért inkább nem mentem sehova, vagy hogyha mentünk valahova, akkor jött velem Nini. Vagy tényleg arra az egy órára mentem el, orvoshoz ide-oda, de igazából szinte mindenhova vittem magammal. Hát az előnye az viszont, hát ez az érzés, az szerintem egyszerűen az egy elmondhatatlan érzés. Az, hogy van egy kicsi időnk mindig arra, hogy összebújjunk, hogy az csak a mi pillanatunk, és ugye hát amikor az a baba kibújik a pocakból,
addig egy testben voltatok, és utána ezt még úgymond, az egy közös, hát egy olyan pillanat, vagy egy olyan dolog, amiben még ti gyakorlatilag a testedből táplálhatod a gyermeked, az szerintem egy csoda. Ez egy tényleg egy nagyon nagy csoda. És igen, szerintem az is egy hatalmas nagy előnye, hogy nem kell fölkelni éjjel, nem kell, én mondjuk rá az első gyerkőcnél nagyon sokszor, hogyha elmentünk kirándulni, akkor bementem random helyekre, és megkértem őket, hogy melegítsék meg a vizet a tápszerhez. Ilyenek ugye nincsenek. Teljesen mindegy, hogy játszott téren vagyunk, én nem vagyok ebbe szégyellős, én bárhol megszoptatom a kicsit. Soha nem volt ilyen probléma, nem néztek rám soha előítélettel. De ha bárki előítélettel nézett, se igazán érdekel, hogyha a gyerekem éhes, akkor bármikor, bárhol enni fog. Teljesen mindegy, hogy ez egy étterem, vagy egy akár, egy játszótér, vagy egy óvodai rendezvény. Nem voltam soha ilyenekkel. Egyszerűen nekem ez természetes, és ennyi. Megpróbáltam mindig úgy öltözködni, hogy vettem ezeket a kismama felsőket, vagy szoptatós felsőket, hogy ne legyek annyira, na, hogy is mondjam, kihívó, de ebből nem csináltunk gondot. És hát akkor itt még megemlíteném azt a pár dolgot, amit megtanultam ezekből a csatornákból, amiket már említettem, és hasznosnak és pozitívnak gondolok. Az első az, hogy nem méregettem soha, hogy most mennyit eszik, hogy 20 g-ot, 30 g-ot, 5 g-ot, soha nem méregettem, soha nem keltem föl, vagyis nem néztem azt, hogy most kétszer kell fel, háromszor kell fel, vagy ötször, soha nem néztem azt, hogy 3 óránként egyen, vagy eszik másfél óránként, ahányszor nyekerget, nyikkant egyet, vagy egyszerűen ezekkel elkezdtem ezt csinálni, én azonnal adtam neki. És nem néztem azt sem, hogy 10 percig szopizik, 20 percig, vagy 50 percig. Nagyon sokat engedtem ezt a, milyen cicizésnek mondják, ezt a komfort szopizást, hogy a cumi helyett inkább cicizem még akkor is, hogyha nem éhes, nem pakoljuk a ruhákat, nem. Én ezt is engedtem, ezt is úgymond tőlük tanultam, hogy ez egy nagyon jó dolog. Aha, nézte? Aztán tőlük tanultam azt is, hogy cumis üveget is mellőzzük, hogy mellőzzük a cumi használatot is. Mondd meg. Igen, nyüstike vagy, álmos vagy? Úgyhogy azt mondhatom, hogy gyakorlatilag eléggé sok mindent így a videósok által tanultam meg, vagy az Instagramon. Amiért nagyon hálás vagyok, és köszönöm, hogy ezeket a videókat megcsinálták, és fáradoztak vele, mert szerintem nem csak nekem, hanem nagyon sok anyukának nagyon hasznosak voltak. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyjából ennyi lett volna. Remélem, hogyha rajtam múlik, akkor nekem ilyen még nagyon sokáig kísérni fog. Szerintem ebben sincsen határ, addig kell szoptatni, amíg ezt az anyukának is, és a babának is egy pozitív töltetet nyújt, ameddig ezt mind a ketten élvezik. Hogyha már valamelyikük azt mondja, hogy ez kellemetlen, vagy nem szeretné, akkor nincs értelme erőltetni. Viszont amíg ez mindegyikőjüknek jó, addig ez egy olyan meghitt pillanatot tud teremteni anya és gyermeke között, amit szerintem más nem tud visszaadni. És ezzel nem azt mondom, hogy aki tápszerrel táplálja a gyermekét, az nem fog annyira kötődni hozzá, meg hasonlók, mert tápláltam tápszerrel és gyermeket, akit ugyanúgy imádok, én soha nem tudnék különbséget tenni köztük. Ez szimplán csak egy szoptatásról szóló videó, egy otthonos hangvételben, egy gyerekszobában játék közben. Nem egy tapasztalt, vagy nem egy tanácsadó vagyok, hogy én szeretnék osztani. Ez szimplán a mi saját sztorink. Nem tudok olyanról mesélni, hál' Istennek, hogy mágyulladás, csomók, hogy ez, hogy az. Nekem nem volt soha semmilyen, pedig nem követtem tényleg semmi olyan dolgot el, amit... Na.
Ezt most nem tudom befejezni, ezt a mondatot. Szóval tényleg erről nem tudok beszélni, mert soha nem volt semmi olyan gond. Próbáltam mindig kihozni a maximumot, és próbáltam tanulni azokból a tanácsokból, amiket tapasztalt édesanyák adtak, hogyha bármi komolyabb probléma lett volna, akkor természetesen, ahogy ők is mondták, szoptási tanácsadóhoz fordultam volna, vagy fordulnék, vagy akár még fordulhatok is. Hál' Istennek erre nem volt szükség. Úgyhogy köszönöm, hogy velem voltatok. Remélem, hogy még így is tetszett nektek ez a videó, hogy a gyerek mindent a fejére pakol, és egy kicsit játékos hangvétellel telt az egész. Szép napot nektek! Sziasztok!